Nyíregyházán született 1947-ben. 9-10 éves korától írt verseket, majd novellákat, humoreszkeket. Az ember nagy költőnek készül. Otthon azt mondja, hogy nagy költő szeretnék lenni. Az apja meg azt mondja, hogy nagy hülye vagy kisfiam, valami normális szakmát válasz. Aztán kb. 30 éves koromig költőnek is éreztem magam csak, és akkor egy barátom a Móránál, Móra könyvkiadónál mondta, hogy próbálkozzam meg a regényírással. De miből gondolt, hogy ez menni fog? Nem tudom, úgy érezte valahogy, hogy ugye újságíró voltam az Új Tükör című kulturális hetilapnál is, a stílusomból úgy érezte, hogy ez nekem talán menni fog. Nagyon fontos, hogy az embernek ilyen ajánlatokat adjanak. Tehát vállalkozói kezdeményezéseket kínáljanak föl, ebből derül ki, hogy mit tudsz. Érettségi után Budapestre került, ahol néhány évig technikusként, illetve könyvterjesztőként dolgozott. Könyvtár, népművelés szakon szerzett főiskolai, majd népművelő szakon egyetemi diplomát. Tanított főiskolán, egyetemen és sok-sok tanfolyamon. Első verse 1964-ben jelent meg a Kelet-Magyarország című napilapban, majd az Alföld című debreceni folyóiratban publikált. Riportjait 20 éves korától közölte az Élet és Irodalom, majd novelláit a Forrás, a Napjaink és más lapok. 16 évig dolgozott újságíróként. Az elmúlt 30 évben megjelent néhány verses kötete és 20 ifjúsági könyve. De hogyan lesz valakiből író? Hogy lesz Nógrádi Gáborból éppen író, és nem mondjuk fodrász, ami egy nagyon jó szakma, vagy cukrász, vagy tanár, vagy mérnök, ugye, vagy oroszlán szelidítő. Kiderült, hogy valamihez értek, mert megtanultam írni, olvasni, és természetesen persze 6-7 éves korban nem író akartam lenni, meg költő, mert az ember azt még nem tudja, hogy akkor mi akar lenni, hanem Puskás Öcsi 2 akartam lenni én is, ugyanúgy, mint mindenki az 50-es években. Tudjátok ki a Puskás Ferenc Puskás Öcsi? Igen, világhírű focista volt, róla ismerik a magyarokat nyugaton, igazából. Én is az akartam lenni, majdnem az lettem, ilyen pici hiányzott, az volt csak a probléma, hogy nem tudtam focizni. Hogy amikor Nógrádi Gáborról kiderült, hogy nem lehet Puskás Öcsi 2 sajnos az ismert okok miatt, akkor láttam, hogy nagyon jó fogalmazásokat írok, sikerem van, tehát elindultam azon az úton, ahol sikerem volt. Első ifjúsági regénye, a Gyermekrablás a Palánk utcában 30 éve jelent meg a Móra kiadónál, ekkor még Hecseki és a Gyermekrablók címen. Nem sokkal a könyv megjelenése után megszületett a film forgatókönyve is. Így vette kezdetét filmírói munkássága, melyet a könyvírás mellett művel. Azóta is gyakran dolgozik együtt Koltai Róbert színművésszel, a Gyermekrablás a Palánk utcában főszereplőjével. Nógrádi Gábor számos hangjátékot, tévéjátékot és filmet írt. Ezek közül a legismertebb a Sose halunk meg. Legkedvesebb filmje pedig a Csocsó, amelynek főszereplője és rendezője is Koltai Róbert. Mindig csak tokaj meg tokaj! Micsoda szégyen, a pártitkár apósa! Semmi izgalom, Rózsika! Nógrádi Gáborral legelőször 1985 tavaszán találkoztam a Gundel étteremben. Gyerekrablás a Palánk utcában című remek ifjúsági regénye kapcsán. És ott voltak a gyerek főszereplők, és én, mint Hecseki Boldizsár, aki a nyomozót játszottam, és akkor mutattak be egy fekete hajú, sötét tekintetű embernek, és nem tudtam, hogy életem egyik legmeghatározóbb barátja lesz, akinek rengeteg mindent köszönhetek. Ő volt az első, aki meghallgatott a Sose halunk meg című filmem történetét illetően. Egyre vagyok a legbüszkébb a gyerekregényeket illetően, hogy az egyik legnépszerűbb regényének. Pete és Pite, ez volt a cím, amikor nekem elküldte. És akkor én kérdeztem, miért nem Pete Pite, azt mondja, kösz. És attól kezdve az lett a címe. A Sose halunk meg című filmnek volt egy konkrét címadó versenye. Hogy amelyikünk jobb címet ad, az győz. Nekem volt egy favorit címem, de be kell vallanom, a Sose halunk meget ő találta ki. Egyébként a film legnagyobb poénját is ő írta bele. A Gyuszi bácsi, te zsidó vagy? Néha kisapám, néha. Ezt ő írta bele. Mindig vitatkoztunk. Ő megírt valamit, akkor én azt elrongáltam, akkor valamiben megegyeztünk, és aztán jött a forgatás, ahol aztán végképp elrongáltam a szép irodalmi kifejezést. Mindig aggódik, tehát ő kicsit pesszimistább, mint én, de jól kiegészítjük egymást, és ez egy életre szóló barátság lett. Remélem,
ő is megerősíti ezt. A filmes kalandozások ellenére elsősorban írónak tartja magát, és a könyvekhez kötődik erősebben. Nagy sikerű első regényét még közel 20 másik követte, amelyek mára az irodalomtanárok és a gyermekek kedvenceivé váltak. Az évek során állandó alkotótársa lett Szakó Ferenc képzőművész, aki számos nógrádi könyv borítóját készítette. Ilyen hosszú alkotói kapcsolatban tulajdonképpen még senkivel nem voltam, mint a Gáborral. Hát ha csak a két operatőr kollégámat nem nézem, mert több évtizeden át együtt dolgozni valakivel, az már ilyen testvéri kapcsolat. Tényleg, ahogy ő egy megnyitóban mondta, már egy ikrek kapcsolat, hát hiszen már félrajzokból tudtuk egymás gondolatait. Egy írónál szerintem az a lényeg, hogy megtalálja azt a grafikust, aki lelkileg legjobban idomul az ő anyagához, és legjobban tud oda simulni rajzilag ahhoz az íráshoz, amit ő elképzel. Akkor jó egy ilyen rajzolás, hogy amikor én olvasom, vagy ő mondja, abban a pillanatban már megvannak a képek. Nagyon szép közös munkáink voltak, hát ez most már több mint 20 éve tölel fel. Hát a Fete Pite, ami neki egy nagy sikerű könyve volt, akkor a Segítségember, ennek egy folytatása, akkor volt egy nagyon szép feladat, nekem legalábbis nagyon tetszett, mert rengeteg dupla oldalas rajzot lehetett csinálni, a gyerekeknek közlekedési instrukciók. Együtt eljárogattunk színházba, akkor Bécsbe kimegyünk a párjainkkal egy kiállítást megnézni. Nagyon fontos az két ember alkotói kapcsolatában, hogy legyen egy szabadabb légkörű, szabadabb beszélgetésű játék is, hogy amiből aztán lehet, hogy egy újabb ötlet fog kialakulni. Könyvei gyakran sorozatok, mindegyik tanító célzatú. Sokszor olyan nehezen feldolgozható témákat taglal, mint az anya elvesztése, a válás, a nagymama betegsége, gyerekszerelem vagy a szexualitás. Kötetei sosem nélkülözik a humort. A világ alapjaiban semmit nem változik. Több tízezer éve körülbelül ugyanaz. A gyerekek ugyanolyan kis nyitottak, játékosok, boldogok akarnak lenni, és nagyon nehéz őket igazán elszomorítani. Szóval az nagyon csúnya dolog, mikor egy gyereket elszomorítanak, ahhoz egy óriási felnőtt erőszak kell tulajdonképpen. A felnőttek megint csak ugyanolyan olyanok általában betagozódnak a társadalomba, alkalmazkodnak, rákényszerítik a gyereket, hogy ők is alkalmazkodjanak, úgy szoktuk mondani szépen, hogy szocializálódjanak, de valójában az van, hogy a társadalom mindenféle parancsát, értékét, rendjét valamilyen módon fogad el, mert ha nem fogadod el, téged se fog elfogadni a társadalom. És ha nem fog elfogadni, akkor margóra kerülsz, marginalizálódsz, és nagyon nagy veszteségeid lesznek az életbe, a megélhetésbe, a családodat, stb. Tehát tulajdonképpen nekem mindig ugyanarról kell írnom. Majdnem azt mondom, hogy szinte ugyanarról írok, amiről a Biblia is folyamatosan szól. Apa, gyerek, feleség, testvér, harcok, testvérek között, ugye? Ézsau, Jákob, apa és gyerek szeretete és feláldozása, Ábrahám, Izsák. Pedig ugye az nem tegnap történt, ha történt, ugye nem tegnap írták meg, akik megírták, tehát elég régi, ugyanerről írok. Tessék elolvasni a könyveimet, ha van különbség Ábrahám, Izsák feláldozásának kísérlete, és mondjuk egy mai gyereknél az, hogy kisfiam, nem fogsz ebbe az iskolába menni, bármennyire szeretnél, én egy másik iskolába akarlak küldeni, ugyanaz a világ egyáltalán nem változik, olyan picit változik, hogy most egy kamera van velem szemben, ezelőtt 5000 évvel pedig valószínűleg a fáraó volt velem szemben. Mind a kettő egy nagy szem. Százezrek olvasták könyveit, és elemezték kötelező irodalomként a regényeit, melyek közül a Pete Pite, a Gyermekrablás a Palánk utcában, a Segítségember és a Galamb nagymama is szerepel tankönyvekben. Egy könyvtári vizsgálat szerint az elmúlt évtizedben ő volt a legolvasottabb magyar ifjúsági író a 10-12 évesek körében. Sikere talán azzal is magyarázható, hogy erős pedagógiai törekvései mellett mindig valós történeteket ír, könyvei az olvasói hétköznapjairól szólnak. Eddigi munkássága elismeréséül 2013-ban Nógrádi Gábor IBI életműdíjat kapott.